Mimi vagyok. Nézzétek ma, milyen szép zöld dobozt kaptam. Na, nyissuk ki gyorsan. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Itt van benne egy lila boríték és nagyon sok színes szalag. De szépek. Mindenféle színűek. És van lila is. Na, nézzük, mi van ott alul. Nézzétek, milyen kis cuki ez a nagy szőrpamacs. És ez Furballs. Júj, ilyet már csomagoltunk, kis kicsomizók. Nézzétek, milyen három cuki nyuszi van ott a dobozon. Nagyon zabányivalóak. Ez egyébként a húsvéti kiadás. Nézzétek, ott a nyuszi szőre. Itt van. Meg kell fürdetni, utána megszárítani és kivésülni, és egy ilyen cuki nyuszit kapunk. Nagyon kis aranyos. 3 éves kor fölött ajánlják. Hú, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi milyen színű nyuszit fogunk kapni, kicsomizók. Éppen ezért bontsuk ki gyorsan. Itt egy ilyen szívecske sort kell lehúzni, hát nem aranyos. Nagyon cuki. Na, nézzük! Itt van a használati utasítás. Júj, itt van az örökbefogadási nyilatkozat. Ez nagyon kicsomisztikus. Na, nézzük meg gyorsan a nyuszit. Júj, ahogy látom, ez egy sárga. Jaj, de kis aranyos. Ilyen nagy szőrpamacs. És nézzétek! Van ilyen kis tiarája, vagy fejpántja. És itt a fésű is hozzá. Nagyon aranyos, hogy ilyen szívecske alakba van. Tök jól néz ki. Na, akkor szedjük ki a nyuszit. Jaj, de aranyos! És milyen szép kék a szeme. Bár ez inkább ilyen kékes-lilás. Jaj, nagyon kis aranyos. És még így is milyen puha. Most szükségünk van egy kis vízre. És meg kell fürdetni benne. Na, beleteszem. Ígyni. Kicsomizók, erről jut eszembe. Képzeljétek, úgy döntöttem, hogy a hétvégén kézműveskedni fogok. De jó, én is! Szuper ötlet, viszont nem tudom, mit csináljunk. Kicsomizók, tudnátok nekünk ötletet adni kommentben? Vagy még szuperebb lenne, ha feltöltenétek nekünk egy képet az Instagramra valamiről, amit ti csináltatok. Hashtag kicsomi felirattal. Fú, igen! Júj, nézzétek! Közben már tisztára ilyen nyuszi alakja van. Na most kifacsarom belőle a vizet. De aranyos. Na, akkor most már csak meg kell szárítani. Erre már nincs szükségem. Na gyere, nyuszi, megtöröllek. Milyen kis cuki vagy. Most bebugyolálom. Biztos fázik. Gyere, nyuszi. Így most már sokkal cukibb. És most megtöröllek. Így mi, hogy ne legyél vizes. Utána meg szépen kifésülöm majd a szőröd, és nagyon szép nyuszi leszel. Így mi. Na gyere, megtörölgetem a kis pofid. Így mi. Most a kis homlokodat is. Na, már egész száraz lettél. Így mi. Jaj, de kis cuki vagy, kis torzomborz. Na, gyere, akkor megfésülöm a szőröd. Így mi. Olyan kis szép leszel. Nagyon aranyos. Mostantól biztos, hogy veled fogok aludni.
Annyira kis aranyos, és nézzétek ott a kis fehér bojt, az a farka. Milyen kis zabálni való. Na, ígyni, készen vagy. Na gyere, most fölteszem ezt a fejpántot a fejedre. Nagyon jól áll neki, hát nem kicsomizók. Nagyon zabálni való lett benne. És most veszem észre, hogy milyen szép minta van a fülében. Nekem nagyon tetszik. Ilyen kis virágos. Na, most töltsük ki ezt az örökbefogadó nyilatkozatot. Azt mondja, hogy kell egy filc. Szóval a tulajdonosa Mimi, tehát én. És a nyuszi neve legyen mondjuk Füles. Mert olyan nagyok a fülei, és olyan kis aranyos. Ígyni. Én fogadlak téged örökbe, Füles. Annyira zabálni valóan. Aranyos. És olyan kis pici ott a tappancsa. Na, nézzük a borítékot. Fú, kicsomizók, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit írtatok nekem. Na, de ezt mindjárt megtudom. Nézzük. Abba hagynád bármiért a lovaglást? Ez jó kérdés. És határozottan tudom rá a választ. Nem. Imádok lovagolni, és imádom a lovakat. Nagyon szomorú lennék, ha abba kéne hagynom. Na gyere, nyuszi, leszedem a fejpántodat a fejedről. Ígyni. Jaj, de ari vagy. Na gyere, megcsikizlek. Sziasztok! Lájkoljátok és iratkozzatok fel, ha tetszett a videó. És kommentben írjátok meg, hogy ti milyen nevet adnátok a nyuszinak. Pa-pa! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Kövess minket Instán! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Cat csatornájára!